ezt a programot az erkölcstan oktatás és a mindennapos testnevelés sorába tudom beilleszteni. Mégpedig amiatt, mert hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy egy picit szemléletet próbáljunk változtatni a fiatalok körében, és úgy gondolom, hogy ez a Fiók Ifjúsági Klub ez nagyon is beleillik ebbe a sorba. Megtartotta első évértékelő konferenciáját a Fiók Ifjúsági Klub. Nemrég ünnepelte ugyanis fennállásának első évfordulóját. Van még 12 hónapunk, ez a projekt ezt 24 hónapra íródott, de úgy gondoljuk, hogy az egy év tapasztalata alapján tovább kell gondolnunk, és azon kell munkálkodnunk az elkövetkezendő időbe, hogy ez a két éves projekt ez kinyúljon akár 5-10-15 évre, hogy tényleg egy olyan biztos ifjúsági klub jöjjön létre itt Moson-Magyaróváron, itt a Flesch Károly Kulturális Központban, ami állandóan nyitva van a fiatalok és a kissé idősebbek számára. Közel 10 000 látogatóról, több mint 100 rendezvényről és 60 foglalkozásról számoltak be a klubvezetők. Létrejött egy csapat a klubon belül, akik már összeszokottan és hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Megtanultak élni azzal a lehetőséggel, hogy ez nem csak egy buli helyszín, hanem itt olyan emberek ülnek levelük beszélgetni, vagy foglalkozni, vagy egy klubot tartani, akik szívesen meghallgatják az ő véleményüket, az ő gondolataikat, az ő kéréseiket, és szerintem nagyon jól elindult ez a munka. Talán mintaprojektnek is nevezhetjük a Moson-Magyaróvárit, hiszen sokféle szolgáltatás van egy helyen, sokféle problémájára vagy kérdésére egy fiatal választ kaphat, akár nevezzük, akár a pénzügyi tanácsadásra gondolok, hiszen mondjuk a pénzügyi kultúra nevelése az nagyon fontos lenne, de a drog problémára, vagy egyáltalán csak egy értelmes szabadidő eltöltésre példákat kaphat, közösségek találnak helyt. A Fiók Ifjúsági Klub nem csak az egyénnek fontos, hanem a városnak is, hiszen ezáltal olyan fiatal közösségek alakulhatnak, amelyben jól érzik magukat és biztonságosan, kulturáltan tudnak szórakozni. A következő évre is hasonló célokat tűzött ki magának a vezetőség.